Nagyon valószínűtlennek tartom, hogy tényleg az orrodba ment egy százas szög. Nem értem. Kisvé Balázs, Backstage Magic. Hello, hello, sziasztok! Kisvé Balázs vagyok, ez itt pedig újra a Backstage Magic, amiben a kedvenc hazai zenészeimet látogatom meg a színfalak mögött legújabb mutatványaimmal. Aki az ezúttal ellátogatok, az nem más, mint Krúbi és Bító legendás párosa, a Mirror Glimpse. Ki tudjátok rakni a bűvös kockát? Én nem tudom. Én régen ki tudtam, de már nem emlékszem. Egy oldalig el tudok jutni. Cool, akkor a Kriszt meg fogjuk tanítani, hogy kirakja nekünk a bűvös kockát. Viszont annyi a lényeg, hogy ha elrontottad, akkor az full gáz, jó? Tehát, hogy akkor te rontottad el, nem akkor kulvára szégyelni fogom. Jó, lehet káromkodni? Persze, az szabad, szabad. Jaj, okay. Na figyú, annyi a lényeg, hogy viszont azt szeretném, hogy valami igazán gizdát mutassunk. Ezért megkérlek, hogy a hátad mögött ragd majd ki, úgyhogy nem is látom. Jó? Tényleg pont ugyanannyi esélyem van, mint itt. Hogy így beteszem a kezedbe a kockát, és mikor azt mondom, hogy rajt, akkor egyelőre kezd el így forgatni a kockát, jó? Forgathatod ebbe az irányba is, így is forgathatod, össze-vissza forgass, ahogy neked tetszik, jó? Egyelőre csak ez a feladat, még semmi más, jó? Oké, akkor először mutassunk egy filmsztáros mosolyt oda. Odaadom a kockát, fogd meg mindkét kezeddel, jó? Fogod? Megvan. Mikor azt mondom, hogy rajt, akkor mehet a forgatás, jó? Abba az irányba, amelyikbe szeretnél. 3, 2, 1. Rajt. Nyugodtan, így, az szuper, így, amelyek irányba szeretnéd, forgasd össze-vissza. Mi addig egy kis ütemet tapsolunk. Szuper. Állj! Nem fordítottál többet, ugye? Nem. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy életedben először, mindenki előtt, a hátad mögött, úgyhogy nem is látod a kockát. Pusztán ezzel az össze-vissza forgatással, az utolsó fordítással te pont kiraktad egy színűre minden oldalát. Köszönöm, meg geszem, hogy király vagyok, ezt összehoztam. Én is meglepődnék. Na, ugye? Most akkor fogd meg egyik kezedbe a kockát, vedd ide előre, és fogad tőlünk a nagy tapsot. Nyugodtan vizsgáld meg, hogy sima kocka, tényleg beletekerhetsz, hogy tényleg sima, nem náza az kocka. Igen. Nézd meg, hogy nem cseréltük másik kockára a hátad mögött, bármit kihúzom nyugodtan. Kihúzom a seggedbe mindjárt a másik. Hát... És neked adom emlékbe a kockát, jó? Köszönöm. Soha nem rontom el többé, mert nem tudom, hogy rendelkezik. Lehet, csak ezt kell próbálgatni. Csak ennyit akkor csinálsz vele. Igen, otthon majd így. Na, hát köszönöm szépen. Nagyon szívesen ezt emlékbe. De hát nem tudom, vagy valahogy tud ezt szint váltani, vagy valahogy egy másik kocka került a kezembe, de nem tudom, hogy hogy. Nem tudom, mi lehet. Én ugye azt láttam, hogy mögé nem volt semmi berakva, meg nem került oda semmi közé, szóval az a feltételezésem, hogy ez ugyanaz a kocka. Tehát emiatt durva ez valahol. Tehát, hogyha valami csere lenne, akkor láttam volna, hogy ott benyúlkálsz alá egy kicsit, de ez nem volt. Egyszerűen csak nagyon durva, hogy tehetséges vagy ebben is. Hát meg lehet. Lehet, ez csak velem működik. Igen, hogy szívesen, Balázs. Amikor valaki komolyan elkezd foglalkozni a bűvészettel, mindig egy olyan mutatványt szeretne, ami erős reakciókat nyer ki a közönségből. Mielőtt azonban a következő mutatványt megnéznéd, nyomatékosan kérlek rá, hogy semmi esetre se próbáld meg megismételni, mert tényleg életveszélyes. Menjünk tovább egy kicsit parább dologgal. Tesó, miért van ott fertőtlenítő? Ez egy picit izgalmasabb trükk lesz. Arra kérlek titeket, hogy pontosan kövessétek az utasításokat, nehogy baj legyen, jó? Semmi más nem fogunk használni hozzá. Ide a zsepik közé én bekészítettem egy ilyen vasszöget. Arra kérlek először, Krisz, nézd meg te is jól, hogy sima százas szög. Tehát nem valami trükkös, nem teleszkópos, nem összecsukható, sima vasszög. Misi? Sima százas szög. Ez egy stabil annyi, hogy ne, fogd a kezedbe, mielőtt bármi történne, le fogjuk fertőtleníteni, jó? Tehát, hogyha ez bárkit megsértene a karján, vagy a szemén,
akkor semmilyen fertőzés veszély nem fog fennállni, jó? De ez most megnyugtatott, köszönöm. Hát, hogy átszorod a nyakomat, de legalább nem fertőződik rá. Ennyi, akkor már beljebb vagy. Annyi, hogy légy győződj meg róla, hogy tényleg sima százasszög, nem cseréltem ki, vagy bármi ilyesmi. Rendben van? Nekem rendben tűnik. Semmi hirtelen mozdulatot ne tegyetek, jó? Elkérem. Vicceltem. Na játsz mutatom, az idegeim már. Mutatom az igazit, jó? Bocs, egy dolgot elfelejtettem. Krisz, annyit hadd kérjek tőled, van itt neked valami. Légy szíves, annyit segíts, hogy ezt fogd meg nekem, jó? Gyere picit közelebb. Jól látsz mindent? Sajnos igen. Ne izgulj. Várjál. Figyú, egy picit, tedd le nyugodtan, hogy kicsit így rázzátok le a kezeiteket, jó? Hogy... Figyú, folytatjuk. Nekem mindig azt mondták, hogy a nagyobb backstage-ekben a világsztárok mindig nyomnak valamit az orrukba, úgyhogy gondoltam, kipróbálom. Fején találtad a szöget. PCR-teszt bűvészeknek. Mondhatnánk, hogy ez egy nagyon divatos piercing, de nem szeretném, hogy itt maradjon. Ezért annyit szeretnék kérni, Krisz, hogy ezzel a kezeddel, pontosabban ezzel a három ujjaddal, szép lassan, óvatosan, közelítsd meg és szorítsd meg a szögnek a végét. Biztos, hogy a bal kezemmel szeretnéd, hogy ezt csináljam. Igen, hogy jól lássa mindenki, de lassan, nyugodtan, jó? Tehát semmi értelme mozdulat, óvatosan fogd meg és szorítsd meg a végét a szögnek, jó? Nagyon fontos, semmiképp se húzd, de még inkább ne told a szöget, jó? Oké. Okay. Csak lassan, lassan, jó? Lassan, lassan, lassan. Jaj, bocs, ne haragudj, csak izgulok én is. Nem, jó, nem ijesztelek meg többet, jó, csak szorítsd meg. Szorítsd meg a szög végét. Csak szoríts rá. Csak szoríts rá, el ne engedd, jó? Misi, látsz mindent? Sajnos igen. Szuper, el ne engedd, jó? Szoríts, de el ne engedd, szuper. Szoríts. Várj, lehet Misi nem látta jól, szoríts. Szoríts nyugodtan, el ne engedd, szoríts. Elneged, szuper, szoríts derősen. Ah, ezt neked adom emlékbe, ezt is. Kéred? Amúgy biztosan. Egy tapsot megint dobjunk a srácoknak, nagyon jók voltak. Ez túl száraz. Sokat fújtam az orrom. Elviheted. Igen, ez a durva, hogy akárhogy nem lehet hajlítani se. Mutasd a fejedet. Ragd már oda mellé, várjál, ezt hadd nézem meg. Hagyjam el fel a tiédbe. Nem, csak azt akarom megnézni, nézd, hogy ez egyébként így ja. Az agyába kéne, hogy legyen. Na mindegy. Teljesen ilyen közelről látni nagyon sokkoló volt. Szerintem nagyon. Még egy kicsit nem jutok szavakhoz. Nem értem. Nem tudom eldönteni, hogy vagy nagyon valószínűtlennek tartom, hogy tényleg az orrodba ment egy százas szög. De egyébként még nem tudom elképzelni, hogy... Be kell vallanom, hogy a bűvészet minden ágazatáért rajongok, a nagyszínpadi illúzióktól a legapróbb kártyatrükkökig, és legalább annyira szeretem a misztikus mentalista mutatványokat is, úgyhogy mindenképp szerettem volna egy ilyet is prezentálni a srácoknak. Forduljatok egymással szembe, egy picit vedd le Misi a szempát, és a következő fog történni. Kérlek titeket, hogy a következő kis kísérletnek próbáljátok meg magatokat minél jobban átadni. Tegyétek le a kezeteket így a lábatokra, jó? És annyit kérek tőletek, hogy mikor meghalljátok a csettintésemet, mind a ketten hunnyátok le a szemeteket, jó? Lazán üljetek itt, jó? Kényelmesen. Szuper? Tartsátok csukva a szemeteket, amíg meg nem kérlek titeket, hogy kinyissátok. Amikor meghalljátok újra a csettintésemet, gondolatban válasszátok ki az egyik kezeteket.
ne mozdítsátok meg, ne mutassátok meg senkinek, hogy melyiket választottatok, csak gondolatban döntsétek el, melyik kéz mellett voksoltok. Ne mozduljatok. Mind a ketten választottatok egy kezet. Mikor meghalljátok a csettintésemet, a kiválasztott kezet emeljétek fel jó magasra. Kinyithatjátok a szemeteket, mind a ketten a bal kezet választottátok, elég jól csináljátok, de menjünk egy picit tovább, jó? Ismét, mikor meghalljátok a csettintést, hunjátok le újra a szemeteket, jó? És arra kérlek téged, Misi, hogy te nyisd ki a szemed, Kriszt, te tarts csukva, és mikor meghalljátok a csettintést, azt tegye fel jó magasra a kezét, aki érzett magán bármilyen apró érintést. Szuper, tartsuk be a szemet, tegyétek le a kezeteket. És annyit kérek, hogy mikor meghalljátok a csettintést, mutassátok meg a kezetekkel jó magasra, hogy legutóbb hányszor éreztetek magatokon érintést, hány alkalommal. Nagyon jó. Tartsátok csukva a szemeteket. Tartsátok csukva a szemet, és annyit kérnék tőletek, hogy most a legvégén mutassátok meg önmagatokon, hogy legutoljára, Misi, te nyisd ki a szemed, mutassátok meg, hogy legutoljára hol éreztetek magatokon érintést. Nagyon jó. Kinyithatod a szemed, Krisz. Mert te nem láttad, de itt mindenki más és a Misi is. Hozzáértem a Kriszhez egy pillanatra? Egyszer sem. Végig én hozzám csak. Végig. De nagyon jó a szimbiózis közöttetek, úgyhogy menni fog a projekt. Srácok, egy hatalmas kocsi, és köszönöm, hogy ráértetek. Nagyon szépen köszönjük. Hogy rám szenteltek az időt. Nagyon király volt. Örülök, ha tetszett. Talán az utolsó, nekem ez a... Ezt nem értem. Ezt egyiket sem értem, de hogy... Nekem is az utolsó. De nekem főleg azért, mert nekem nyitva volt a szemem, és láttam, hogy te is így... Mutattad is. És szerintem az utolsó volt a legerősebb talán, igen. Igen, ez egészen sokkoló. Hát ez volt a Backstage Magic harmadik epizódja, de mielőtt a végére érnénk, szeretnélek megkérni, hogy írd meg kommentben, hogy ki legyen a következő hazai előadó, akit majd meglátogathatok a backstage-ében pár trükkel. Hogyha nem akarsz lemaradni a következő részről, akkor kattints a feliratkozásra, és nagy köszi, ha dobsz egy lájkot is a videóra. Ha szívesen néznél tőlem további mutatványokat, akkor nyugodtan csekkolj rám TikTokon, Instagramon vagy Facebookon. Nagy köszi Krisznek és Misinek, hogy részt vettek a mutatványokban, neked pedig, hogy itt voltál velem. Én Kisvé Balázs vagyok. Ciao.